Kárpiton túli tég. Tiéd a menny és a föld, néped Izrael. Álljunk fel! Dicsőség királya jöjj, hatalmad öltözzed fel. Szívünk úgy vágyódik rád, jöjj győzelmes úr. És meglát minden szem, ahogy büszkén visszatérsz. Adonai, Adonai, mindent érted, hajtőr a trónodnál. Adonai, Adonai, minden nyelv így szól, te vagy Úrus király. Adonai, rád vár Jeruzsálem, imánk te hozzád száll. Díszes kapukon át, mikor vonulsz be már. És egész Sion zeng, Baruch Abba Hashem. Neked hódol a teljes föld. 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 Neked hódol a teljes. Előtt, hogy keressük arcát és magasztaljuk őt. Bárhogy érzünk, tudhatjuk, hogy itt van ő, aki méltó. Megmentette lelkünk, s ez nekünk elég. Jézus értünk adta drága életét. Ezért magasba emeljük nevét, mert ő méltó. Eldőlt a küzdelem, gonosz legyőzve nem árthat már nekem. Bárány vére szólad fel a nevemben, mert ő méltó. És most ott ő szerető adja jobbján, trónja nem mozdul el, örökké megáll.
az Isten, ki mindent megtehet. Kőszív helye, ő adhat hús szívet. A halálból ő teremthet életet, mert ő az, mert ő az Úr, mindenek fele. Az Isten, ki mindent megtehet, kőszív helyett ő adhat hús szívet. A halálból ő teremthet életet. Thank you.
elfáradtunk, biztos azért volt. Nem akarok többé más, csak téged. Szívem a mélyből hozzá, kiált Jézus, áraszt rá szellemet.
felé, és szódalunkon lélegzetének száll hálánk felé, így járulunk elé. Elholványul minden más jelenléte, mint mindent megad, páratlanul nincsen más kegyelmeden. Kigér az éget, így szárnyalunk felé, és szódalunk a lélegzetének, száll hálánk felé, így járulunk elé, és szívünk az égünk az égi égre, mert hálánk elé, kegyelmed elé, több mint elé, ígédben bízok én, így várok rád, vonj közel meg én, szellemed újítson meg, leborulok előtted.
világíts nekem szabad hatalmával. Helyre álltam, szabaddá lettem, szellemed segít engem. Leborulok lábadhoz, leborulok lábadhoz, és imádlak, minden óra.
Köszönöm azt, hogy Te itt vagy köztünk, mert Te ezt megígérted. Köszönöm, Istenem, azt, hogy Te a gyermekeidnek hívsz minket, és azért imádkozom, amire ez a dal szól, hogy minden rólad szóljon, minden gondolat, minden sóha és minden vágy az életünkben az rólad szóljon. Arra kérlek, hogy használd ezt a mai napot, használd ezt a mai estét arra, hogy áttör gátakat az életünkbe, hogy szólj hozzánk, hogy megérints minket. Kérlek, emelj fel minket, hogyha arra van szükségünk. És kérlek, szólj hozzánk a Te igéd által. Jézus nevében. Amen. Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlünk titeket a vasárnap estén, és azok is, akik interneten néznek. If you are English speaker and you need translation, you can pick up radios at the back. Ezt az angoloknak. Kicsit sok bejelenteni való van, és van egy-kettő igen fontos. Az első fontos, hogy nincs WC az épületben. Egyelőre elromlott, nem tudjuk mi van. Kész, meghalt se fiú, se lány, úgyhogy... Nem tudom, hogy az alkalom végére meg lesz oldva ez az egész WC probléma, egyelőre most nincs. A Dorka kért két takarítót ide előre, hogy ha takarító vagy, akkor kérlek, gyere ide előre. Rendben, tehát nincs WC, ez a lányoknak nagyon fontos. Mindig mondtuk, hogy figyeljetek az értékeitekre, és én ezt annyira nem vettem komolyan, mert hittem abban, hogy egy gyülekezetben azért csak nem fordul elő lopás. És előző héten, amíg a egyik barátom, barátnőjének a pénztárcáját lopták el két székkel mellőlem, akkor azt mondtam, hogy na jó, azért mégis vannak itt rossz emberek. Úgyhogy tényleg figyeljetek ezekre oda, mert történnek ilyenek. A pénztárca meg lehet, csak a bérlet, meg a pénz azt elvitték. Úgyhogy erre figyeljetek, és a másik, amit még mindenképpen el akartam mondani, hogy a vasárnap este arról volt híres, hogy nagyon jó és hangos zene szokott itt szólni, viszont az utóbbi időben halk. Gondolom, akik hátul ültök, azok meg is lepődtök, hogy mennyire nem megy hátra igazándiból a zene. Ez azért van, mert a szomszéddal, tehát valahogy fölmegy a hang a szomszédhoz, és az utóbbi években ez megváltozott, és emiatt van egy ilyen kis feszültség köztünk és a szomszéd között, úgyhogy nekünk halkan kell zenélni. Én arra kérlek titeket, hogyha eszetekbe jut, hogy imádkozzatok ezért, hogy ez megoldódjon, mert annyira jó, amikor hangosan lehet zenélni, és nem kell visszafogni, és nem kell ezekre figyelni. Rendben. Ha szolgálni szeretnél a vasárnap estén, akkor van lehetőség a fénytechnikánál, illetve a kávézóban. Ez a vasárnap este alatt értjük a kávézóban való szolgálást. Rendben. És akkor most jönnek azok a bejelentni valók. Igen.
Tehát a gyülekezet szervez egy izraeli utat, aminek a részleteit a gyülekezet honlapján találjátok meg. Hogyha szeretnétek elmenni a gyülekezettel meg a bibliaiskolával Izraelbe, akkor ez egy nagyon jó alkalom erre. Rendben. Helyesbít zenekar, az nem tudom, hogy kinek van-e meg, ők egy nagyon jó kis funky jazz zenekar, és az utóbbi időben jelent meg egy klipjük. Ha szeretnétek venni tőlük CD-t, illetve jegyet a március 3-ai koncertjükre, akkor azt majd az infopultnál tudjátok kint megtenni. Lesz majd március 2-3 itt a gyülekezetben egy egy holokauszt megemlékezés, egy keresztény konferencia. A részletek az infopultnál, igen, ennyit tudtam erről mondani. Igen. Bocsánat, nagyon kusza, mert én pár bejelentésre számítottam, és aztán így rengeteggel támadtak le. De azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Igen, és a gyülekezet szervez egy szerbiai utat Szerbiába. Tehát Szerbiába megyünk. Topolyára, egy kis város, ugye? Város, ugye? Tehát, hogy hát az. És... ez április 12-től 14-ig lesz, és 4000 forintba kerül. Ebben a 4000 forintban benne van a busz, amit bérelünk és lemegyünk, a kaja, amit ott kajálunk, illetve a szállás. Az egész az egy evangelizációs, missziós út lesz, így a vasárnap este szervezi, és hogyha nem szeretsz mondjuk nyilvánosan evangelizálni az utcákon, viszont szeretnél gyerekekre vigyázni, vagy pedig fizikai munkába segíteni, akkor gyertek el nyugodtan, ma estétől lesz majd a jelentkezés, és csak 50 fő mehet. Tehát, hogy itt aki kapja, marja. És most döntsétek el, 4000 forint, azt hiszem, hogy ez iszonyatosan olcsó, és a gyülekezet is támogat minket, szóval gyertek. Én kimondottan várom ezt, meg leviszünk egy zenekart, szóval nagy koncertet is csapunk, jóféle lesz. És itt van a gyülekezetnek a pásztora, akihez megyünk, és ő most fog pár szót beszélni erről, úgyhogy tájvó és kedves felesége fog neki fordítani, úgyhogy gyertek és meséljetek erről. I don't speak Hungarian, I'm going to speak in English. Még mindig nem beszél magyarul. Ezért imádkozzatok, kérlek. I'm trying to learn that. Na, igen, megpróbálna tanulni, igen. Well, we just come to say thank you for your love and care. Elsősorban azért jöttünk, hogy hálánkat is átadjuk, és megköszönjük nektek a ti szereteteteket. No, since you've been helping us in Bashkatopola. Topolyát már segítitek nagyon régóta. No, having concerts and sending some help to us there. Amikor segét is küldtetek nekünk, és koncertot tartottatok ez érdekből. And every time you send help to us, we help around 100 people. Minden egyes alkalommal, amikor ezt a segélyt kapjuk, több mint 100 embernek tudtunk segíteni. And among those 100 people, we have around 30 kids. És ebben a 100 emberben 30 gyerek is benne van. And they told us just to say thank you for all what you've been doing. És megkértek bennünket, hogy adjuk át a mi vagyis az ő köszönetüket nektek. We really need help. Valójában szükségünk van segítségre. And thank you that you are coming. És köszönjük, hogy jöttök. You know, we have a lot of kids in the church. Nagyon sok gyerek van a gyülekezetben. And we need people that we come, you know, in a short period or long period to walk with our kids. És szívesen várunk mindenkit, aki jönne rövid vagy hosszú távon foglalkozni velük. And we will be really appreciate that. És ezt nagyon értékeljük. So we thank you for all what you've been doing. És köszönjük mindazt, amit tenni fogtok. And may the Lord bless you. És az Úr áldja meg benneteket. Now, I've been here working in Calvary Chapel for the past 20 years. A Golgotában dolgozok már az elmúlt 20 évben. And it's wonderful to walk with people. És csodálatos dolgozni az emberekkel. It's wonderful to walk in Calvary Chapel. Csodálatos ebben a gyülekezetben szolgálni. So and we really appreciate all what you've been doing. És nagyon-nagyon értékeljük azt, amit tesztek. So we are waiting for you with love. Várunk benneteket, szeretettel. Come over to help us. És gyertek és segítsetek. Thank you for your love. Köszönjük a szeretetet. Thank you for your care. A ti gondoskodásotokat. Thank you for everything because you are really servant. Mindent, amit tesztek, mert valójában nagyon is szolgáltok. May the Lord bless you. Az Úr áldja meg benneteket. Thank you very much. Köszönjük szépen. Azért 50 fő az kevés, de majd máskor megyünk többen. Igen. Igen, amúgy ez az 50, ez pont az, hogy nem is tudjuk, hogy fogjuk elszállásolni ezt a sok embert. De majd meg lesz oldom minden. Szóval a mai tanító az német Jani, és hogy pár szót említsek róla, hogy
belőjétek, hogy ő kicsoda. Ő 20 éve, hova vagy Jani? Hogy rá tudjak nézni. Oh, igen. Tehát Jani 20 éve szolgál, igaz, nem, 20 éve tért meg Esztergomba, majd ott lett pásztor, és utána átment 2006-ba Tatabányára, és ott volt szintén pásztor, és másfél éve van itt a gyülekezetben, és van benne a vezetőségben, tanít, meg félnek a jobb keze, és kb. Ez az élet útja. De ami nagyon fontos, igen, hogy... Szóval... Egyszer, nem is tudom, hogy mikor, de beszélgettem a Janival arról, hogy milyen jó lenne egyszer tetoválást csináltatni, és én is szeretnék, és ő is. És igazándiból én ezen nagyon meglepődtem, hogy ő is szeretne, és pont megkérdeztem, hogy ezt hogyan mondhatom el, elmondhatom-e, és itt vannak a szavai a kezemben, ha lenne rá pénzem, akkor csináltatnék az egész testemre. Én ezt nem tudom elhinni, hogy valaki ennyire rá legyen kattanva, de reméljük majd egyszer az álma megvalósul. Szóval Németh Jani. Oh, éljenek a jakuzák! Sziasztok! Kíváncsi vagyok, hogy hány hallgatót veszítettem most el. Tényleg a fontos dolgokat megtudtátok rólam. Tehát ezek az életem fontos dolgai. Köszönöm szépen. Jó volt veletek együtt dicsőíteni. Olyan jó, hogy van itt egy hely a város közepén, ahol vasárnap este nem buliznak az emberek, nem lövik be magukat, hanem Jézus a fontos. Jézus a legfontosabb, hogy neki énekeljünk, hogy tőle halljunk, hogy egymást megáldjuk Jézus nevében. Ez egy jó dolog. Nagyon szeretek itt lenni a vasárnap estéken is. Külön jó, hogy a Bandi volt a dicsőítés vezetője. És olyan jó, hogy még elrontani is jól tudja, nem? Tehát, hogy így gyerek, és még kijött belőle. Jó, hogy tanulmányozhatjuk Isten igéjét. És jó, hogy kész van a szívetek arra, hogy változzon. És remélem, hogy ma este is így jöttetek ide, hogy akarunk változni. Akarunk Isten szíve szerint való emberek lenni. Élni ebbe a világba úgy, hogy hatással vagyunk a körülöttünk lévőkre. Nem csak élni, hanem élni úgy, hogy hatással legyünk a szomszédunkra, az osztálytársadra, a hatással lenni. Szóval Nehémiás nézzük, igaz? Jól tudom? Én nekem az egyik kedvenc, ámen, kedvenc, néha ezt be kell dobni, azt mondta Gergő, néha mondjak ilyen, hogy ámen, és akkor ti mondjátok, ámen. Mert akkor nem alszotok el, azt mondtál. Mondom, köszönöm szépen, ez így megelőlegezte az egészet. Akkor Nehémiás nézzük. Nekem az egyik kedvenc könyvem az Ószövetségben, és ezt most nem csak azért mondom, mert most pont ez van, aztán majd fél év múlva mást mondok, hanem tényleg, ez egy nagyon jó könyv. Nagyon jó megnézni ezt a fickót, Nehémiást, és hogy, ahogy a Phil mondta a múlt héten, hogyan vitte véghez rajta keresztül Isten a lehetetlent, ami embernek lehetetlen. Ő egy olyan ember volt, aki 52 nap alatt fölépítette Jeruzsálem falait. Kész. Ez gyönyörű. Megtett valami olyat, ami lehetetlennek látszott. Szilárd azt mondta, hogy van 35 percem. Hát, hogy így végigolvastam csak ezt az első részt, így minden egyes versre van 35 perc, amit így rá lehetne szánni. Annyira jó Nehémiás könyvének akár az első része is. Nagyon gazdag. Megtanulhatjuk belőle azt, hogy mi a kulcsa annak, hogyha szeretnénk ébredést magunk körül. Van ez a szó, hogy ébredés, és amikor meghallom, akkor néha úgy vagyok vele, hogy ez csak Isten teheti. Akkor valahogy így kizárom magam ebből, hogy akkor ezt nem tudom irányítani, nem tudok mit tenni, akkor ez majd lesz, úgyhogy csak így élünk. De úgy látom Nehémiáson keresztül, hogy ő egy olyan ember volt, aki hallgatott Istenre, tett dolgokat, és Isten ébredést hozott körülötte, meg vele.
És szerintem jó úgy nézni most ezt az első részt, hogyha az a vágyad, hogy ébredés legyen körülötted. Sziasztok! Ha ébredést szeretnél, akkor ne csukd be a füledet, hogy ez biztos nem rajtam keresztül lesz, mert Isten igenis egy-egy személyen keresztül szeretne ébredést hozni oda, ahova őt helyezte. És szerintem ez fontos. A múlt héten kaptunk egy nagyon jó bevezetést. Hallgattam interneten, nagyon tetszett, ahogy Phil megmutatta nekünk, hogy milyen időben vagyunk itt, amikor Nehémiás korát vizsgáljuk. Mesélt arról, hogy ő egy kemény srác volt, egy bátor pohárnok, ugye? Borász, akinek volt érzékenysége az emberekre, volt érzékenysége Istenre, és ezért Isten használta. Azon gondolkoztam, hogy mi lehet még messzebb az építész szakmától, mint a pohárnokság. Nem? Tudsz mondani most, mitől messzebb van ennél? Tehát, hogy abszolút semmi köze nincs hozzá. Még egy pici se. Tehát nem olyan, hogy mondjuk ő belső építész volt, de ez ugye külső építészeti dolgok. Na, akkor már van egy jó kis alapunk. Nem, valószínűleg Nehémiás csak így ennyit tudott mondani Istennek, így megemelte a poharát, hogy Uram, na akkor lássuk egészségedre, hogy mit fogsz csinálni. Mert annyira messze van ez a két dolog egymástól. Tehát akkor Isten megragadta ezt az embert, és nem csak, hogy lehetetlent vitt véghez rajta keresztül, hanem benne is. Nem volt képes rá, nem tudta, nem ismerte, és mégis Isten megragadta, és véghez vitte, és fölépítette Jeruzsálem falait. Nehémiásnak a könyve arról szól, hogy hogyan építenek egy védelmet, ugye? A templom az már, ahogy hallottuk, az már áll, Esdrás idejében az megépült, de az a helyzet, hogy hiába áll a templom, majd azt fogjuk látni, hogy nem folyik Isten imádata, mert nyomorúságban élnek az emberek. Az miatt, hogy nem épültek, illetve hogy rések vannak a falakon, és hogy a kapuk azok elégtek a tűzben. Tehát erről szól, hogyan építették ezt a védelmet, hogy elinduljon Isten imádata ott a városban. Hoppá, jött egy SMS-e valakinek, akinek iPhone-ja van, vagy valami. Ez a város nekünk lehetetlen. Lehetetlen. Ezek az emberek számunkra lehetetlenek. Hihetetlen korrupció van. Hazugság. Megölik egymást. Lehetetlen nekünk. De Istennek van-e valami lehetetlen? Isten ide hívott minket, és higgyétek el, hogy Istennek van szíve Budapestért. És ő rajtunk keresztül akarja elérni ezeket az embereket. Én azt hiszem, hogy tanulnunk kell Nehémiástól, hogy ő miket lépett, hogyan lépett, amikor hallotta Isten hangját. Mert ez bevált. Ez egyszer már bevált. Én azt hiszem, ha te ezt a szívedre veszed, akkor az nagyon jó lesz. De imádkozunk előtte, jó? Uram, arra kérünk, hogy szólíts meg minket az igéből. Kérünk, Atyám, hogy készítsd elő a szívünket. És segíts nekünk, hogy mi pedig megalázzuk magunkat előtted és az igéd előtt. És Uram, add, hogy ma örökkévaló döntések szülessenek itt este. Kérlek, hogy szólj hozzánk. Kérlek, hogy állíts meg minket, és szólj bele az életünkbe. Jézus nevében. Amen. Van Bibliátok? Akkor, ahogy mondani szoktam, kattintsatok, lapozzatok, bármi, Nehémiás könyvének az első részéhez, és az első három verset fogom először felolvasni. Tudom, hogy Phil már megnézte ezt a múlt héten, de csak nem kijavítom, hanem átszaladunk rajta, jó? Nehémiásnak Hakkaljá fiának beszédei. A 20. esztendő Kiszlév havában, amikor Súsán várában voltam. Hozzám jött
egyik atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Tudakozottam tőlük a fogságból, maradékként megmenekült júdaiak felől és Jeruzsálem felől. Azt mondták nekem, a fogságból megmenekült júdaiak maradéka ott, abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban van. Azon felül Jeruzsálem várfala csupa rés, kapui pedig tűzben égtek el. Kapunk egy apró helyzetjelentést. Ugye múlt héten megnéztetek, nem akarok sokat időzni ezen, de látod azt, hogy nincsen védelem. Templom az áll, de nincsen védelem. Tehát ami történt, bárki jött, az megtámadta a várost, és bement a nyitott kapukon, és kifosztotta. Azt csinált velük, amit akartak. Azt csináltak velük, amit akartak. Az összes kapu tűzben égett el. Tehát gyakorlatilag egy szabad préda volt Jeruzsálem. És azt olvassuk itt, hogy az emberek félnek, rettegnek, nyomorúságban vannak. Ez miatt. És el tudod képzelni ezt a helyzetet, hogy nincs Isten imádat. Talán imádták volna Isten, de nem tudták. Talán inkább otthon maradtak, mert féltek. Vagy már többször megtámadták őket, elvitték a vagyonukat. Lehet, hogy már nem is akarják Istent imádni, mert Uram, ez van velünk, nyomorúságban vagyunk. És mindez azért van, mert a kapuk nincsenek, és a falakon rések vannak. Hiába van lehetőség Istent imádni, nem imádják Istent. És egyből eszembe jutott csak így a mi városunk. Hogy ugyanezt történik. Itt vagyunk, az embereknek lenne lehetőségük Istent imádni, nem? Itt vagyunk, vasárnap este, halihó, gyülekezet a város közepén. Itt van a lehetőség, be lehet jönni bárkinek, hogy Istent imádja, de mégis valamiért miért nem jönnek be az emberek? Azért, mert tele vannak félelmekkel. Azért, mert meg vannak keseredve. Azért, mert ha kiejted Jézus nevét, azonnal bezárkoznak. Ha Isten van, akkor miért vagyok ilyen nyomorult? Félnek, tele vannak félelemmel a jövőjükre nézve. Mi lesz a munkámmal, hogy tartom el a gyerekeimet, ki gondoskodik rólam, hogyan fogok gondoskodni róluk, nincs munkám. Tele vannak az emberek félelemmel. Mintha ezt látnám itt. Péter első levelében, 5. rész, 8. versben azt látjuk, hogy a sátánról beszél, és azt mondja, hogy ő körbe-körbe jár, és azt keresi, mint egy ordító oroszlán, hogy kit nyeljen el. Ez van most. Néha úgy kizárom ezt a gondolatot a fejemből, mert csak így magamnak élek. Az én dolgaim, az én gondjaim, ami éppen előttem áll, de nem gondolkozok ezen sűrűn, hogy a sátán, mint ordító oroszlán körbejár, és folyamatosan azt nézi, hogy kit nyeljen el ebbe a világba. És sikerül is neki. Fölperzsel határokat, kapukat, életeket, és beront, és kirabolja, és elviszi. Ugyanaz van, mint ebben a könyvben. A világ körülöttünk bárki, bármilyen anyagi helyzetben is van, nyomorúságban van. Mert nem ismeri Jézust. Jézust, aki az igazi ajtó. Jézust, aki a jó pásztor. Jézust, aki füves legelőkre visz. Jézust, aki gondoskodni akar. Jézust, aki szeret. Jézust, aki a testvérem. Jézust, aki velem jár. Aki tudja, hogy merre megyünk. Nem ismerik. Te meg én ismerjük. Remélem, hogy ismerjük ezt a Jézust, aki előttünk megy. Mi ismerjük őt. Elképzeltem, hogy hogyan mehetett ez a beszélgetés, amikor megjöttek Jeruzsálemből. És tudjátok, ez nem volt új információ egyébként Nehémiásnak. Mert ezen a ponton itt 141 éve ez van, hogy nincsenek kapuk és rés van a falakon. Ez nem volt egy új info. Talán sokszor hallotta is már ezt Nehémiás, hogy ez van a falakkal, így van a kapukkal, de talán ment tovább.
oké, jó, mindegy, most meg kell néznem, hogy milyen bort viszek a királynak, és ment tovább, és tette a dolgát. De ez a pillanat itt, ez egy komoly pillanat volt. Itt úgy néz ki, hogy Isten hihetetlenül szólt hozzá, hogy talán nektek is volt már ilyen, nem tudom, hogy Isten mond valamit hónapokon, éveken keresztül, és ezt csak így leesik, hogy jó, azt nekem mondja. Eddig én azt hittem, hogy ezt csak úgy mondja, de tudom, hogy én rajtam keresztül velem akar valamit csinálni Isten. Nem volt már ilyen, hogy... És akkor az a pillanat az ilyen, mit hagytam ki eddig, amikor így úgy vagy, hogy jaj, hogy ezt nekem kéne csinálni? Hát eddig mindig delegáltam valakinek a feladatot. Mindig azt mondtam, hogy hát ezt nekik kéne csinálni. De ez a pillanat itt Nehémiásnak olyan volt, mint amikor Mózes szerintem meglátta az égő csipkebokrot. Az, hogy így terelgeti nyáját, fújja furujáját, megy, viszi, és egyszer csak bám, ott van, hogy így Isten így belelép így az életébe, hogy a vagyok, aki vagyok, beleszólt az életébe. Vagy csak gondolkozok Dávidon. Ő is ugyanebben a szakmában volt, ugye, a nyáj dolgokban. És akkor egyszer csak hazajön, mert haza kell szaladnia, és mi van? Fölkenünk királynak. Tényleg? Hogy Isten jött, és azt mondta, na most, ez most van. Bam! Ezek valahogy ilyen pillanatok lehettek. Vagy ilyen pillanat lehetett. Szerintem értitek, hogy miről beszélek, hogy igen, tudom, hogy valami, Isten már mondja, már mióta, ja, ezt nekem mondja. És ez volt az a pillanat itt Nehémiás életében. Mert itt nagyon erősen ráterhelődik a szívére ez az egész dolog. Ami már 141 éve így van. De nagyon tetszik nekem, hogy nem mondja azt, hogy hát ez már 141 éve így van. Maradjon ez így. Ez Isten akarata biztos, hogy Lukas legyen a fal. Legalább át lehet nézni rajta, de nem tudom. Nem kell nyitogatni a kaput. De értitek, hogy nem mondta azt, hogy mindegy, mi lesz. Nem mondta azt, hogy már túl késő, hanem azt mondta, hogy most van a pillanat, hogy Isten megint szólt, de most meg fogom ragadni ezt a pillanatot. És szerintem innentől kezdve nagyon jó, hogyha megnézzük azt, hogy mit tesz ezzel Nehémiás. Mert talán neked is volt ilyen pillanat már. Lehet, hogy ma este van, vagy lesz, amikor Isten szól, hogy újra oda kéne menned, azt kéne tenned. Nézd meg, hogy Nehémiás mit tesz ezzel, amikor Isten csak így belelép az életébe. Bam, és így ráterhelődik a szívére. Olvassátok velem együtt, légy szíves, a 4. verset. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és keseregtem. Böjtöltem és imádkoztam a mennyisten előtt. Szerintem az is fontos, hogy mit nem csinált. A saját életem fényében jó, hogyha meglátjuk, hogy mit nem csinált. Nem a tetoválással kapcsolatban. Látod azt, hogy ő nem csukta be a lelki füleit, hogy ó, Uram, hallom én, mit mondasz, de nekem van itt egy nagyon zsíros kis állásom. Teljesen jól vagyok, nem megyek én sehova. Nem mondta azt, hogy én erre nem vagyok képes, hát én egy pohárnok vagyok, hát itt téglát kell rakni, hát nézd meg a kezeimet, hogy bírnám, hogy tervezném én ezt meg, én ehhez nem értek, Uram, hát alapból őrültség az egész. Nem csukta be ezeket a lelki füleket, hogy pa-pa-pa-pa-pa, ezt nem akarom hallani. Nem mondta azt, hogy lehetetlen. Istennek. Talán magának azt mondta, hogy ez lehetetlen, de aztán az imájából azt látjuk, hogy ő Istennek nem mondta azt, hogy ez lehetetlen, Uram, hogy ez megtörténjen. Hanem valami más csinál. Én néha azt teszem, amiről most beszéltem. Isten szól, nem, én azt nem tudom megcsinálni. És becsukom én a füleimet, és tovább megyek, és Isten, mivel tiszteli a szabad akaratomat, azt mondja, jó, hát akkor nem rajtad keresztül fogom megtenni ezt. És azon gondolkoztam, amikor készültem erre az órára, hogy vajon hányszor mentem el Isten hangja mellett, azért, mert becsuktam a fülemet.
Uram, ez biztos nem nekem szól, hát én ezt nem tudom megcsinálni. És nem is vettem figyelembe azt, hogy Istennek nincs lehetetlen. Ebben az esetben azt látod, hogy Isten így ráterheli a szívére ezt. Egy erős hívás van ezen a ponton, hogy tegyen valamit. Érzékeny Istenre, hogy hallja a hangját, és érzékeny az emberekre. Szerintem ez is fontos. Megtörik a szíve az emberekért, és sír értük. Sír értük. Napokon keresztül sír értük. És tudom, most nem azt akarom bevezetni, hogy mostantól sírjunk, tehát akkor gyerünk, sírjunk, mert ha nem sírsz, az gáz. Tudom, hogy férfiak, van, aki egyszerűen nem tud sírni. Tehát, hogy így annyira kemények, hogy nem tudnak sírni. Tehát bármi történik, belül sírnak. Nem, kívül nem sírnak. Én az vagyok, tudjátok, ezt már meséltem, hogy Schindler listája kiírják, és én már el se kezdődik a... Van egy jó dal, én már ott zokogok, tehát egy kis zsepivel. Most van a filmnek egy kedvenc filmje, nem tudom, hogy ismeritek-e, Real Steel, Vasököl, ki látta, nem? Robotboxolókról szól, én szétbőgöm magam rajta. Tehát így, most már nézzétek meg. De van, aki nem tud. De nem is erről van szó, hanem van egy érzékeny, megtört szíve az emberekért. Akkor elmondom, hogy miről beszélek, jó? Azt látom mostanában, hogy mindenki szereti elmondani a véleményét fú, de erősen az interneten. Nem? Ott mindegy, hogy mit szólnak vissza, ott nagyon kemény tud lenni mindenki. És akkor találkozol vele, és egy ilyen kis kukac, ilyen meg sem mer szólani, de ott posztol, és keményen blogolunk, és fú, majd ott beszólok. Mert azt hiszik az emberek, hogy ilyenkor valamit csinálnak Jézusért. És ez így megnyugtatja őket, hogy most csináltam valamit Jézusért, valakinek jól beszóltam. Az egyik testvéremnek megmondtam, hogy milyen jó vagyok én, és ő milyen rossz. És ez ilyen megnyugtató néha, hogy hát én akkor azt hiszem, hogy csináltam valamit az evangéliumért, tudod? De kevés az az ember, akinek megvan törve a szíve az emberekért. Aki sír fölöttük. Akiket tényleg érdekel, hogy mi van velük. Tudod, hogy valaki egyszer azt mondta, és annyira igazat adok neki egy pásztor, hogy elegem van már azokból, akik állandóan a partvonalról szidalmaznak mindenki mást. És nem jönnek játszani. És szerintem ez fontos. Van egy megtört szívem Budapestért? Van-e megtört szíved a munkahelyedért? Jeremiás 9.1-ben azt látod, hogy Jeremiás sírt a népe fölött. Hogy rájuk nézett, és a bűnük miatt sírt. Azt látod, apostolok cselekedeteiben, a 20. részben Pál apostol, amikor elbúcsúzik az efézusi vénektől, és Isten valahogy kijelenti neki azt, hogy jönnek majd farkasok, közületek, akik fonák dolgokat beszélnek, Pál sír, együtt sírnak. Hogy így meg volt törve a szíve ez miatt. Azt látod, hogy Jézus sírt Jeruzsálemért. Azt mondja, hányszor próbáltalak benneteket összegyűjteni, sírt, mert meg volt törve a szíve. Ezekért az emberekért, és csak nézzünk meg itt két dolgot. Az egyik, neked nyitva vannak a lelki füleid? Mit értek ez alatt? Készen vagy rá, hogy halljál Istentől? Készen vagy rá? És azt mondod, hát elég készen vagyok, talán itt vagyok, Uram, mondjál valamit. De menjünk tovább. Adsz időt Istennek arra, hogy csak hallgatod őt. Hogy csak leülsz, és azt mondod, Uram, szólj hozzám. Vezess engem. Vagy csak mész, és mindig a listád. Ez kell, Uram, az kell, Uram, és köszönöm ezt, és köszönöm azt, és ámen. Adsz-e időt? Hiszed-e azt, hogy Isten tud hozzád szólni ma? Nem csak a Biblia órán keresztül, hanem úgy, hogy leülsz és várod a hangját. Uram, mondj valamit. Itt vagyok, ebbe a helyzetbe. Uram, mondj valamit.
Kinyitod-e a Bibliádat, hogy Isten szólhasson? Vagy mindig csak te beszélsz? Én hiszem azt, hogy kell időt adnunk Istennek, amikor csak csendbe ülünk előtte. Hogy várjuk, hogy ő szóljon, és akkor szól. Amikor befogom végre a számat, akkor ő szól. Amikor lehalkítom a testemet, akkor ő szól. Tudjátok, hogy a test az folyton a lélek ellen törekszik? Azt mondja a Galatákhoz írt levél. Nincs olyan, amikor nem törekszik. Tehát én erre lettem figyelmes, hogy nincs olyan, amikor ő pihen. Egyszerűen nincs. Amikor eldöntöm, hogy valamit lelkit akarok csinálni, akkor ő jön és megmondja, hogy nem akarom csinálni. Sőt, képes se vagyok rá. Sőt, már annyiszor próbáltam régen, és nem sikerült, és most se fog. Ő ezt kiabálja állandóan. Ha ezt hallod a füledbe, az a test. Azt így elmondom neked, hogy ilyenkor csak mondd meg neki, hogy fogja be a száját. Mint Dávid, mit háborogsz bennem, lelkem? Meg hálát fogsz adni. Ez kicsit ilyen furi, ilyen skizofrém. De ez valahogy működött Dávidnak, ha? Nem? Miért? És én hiszem, hogy néha így parancsolnod kell magadnak, érted? Hogy nem, ezt tudom, hogy a test, és tudom, hogy szükségem van rá, hogy halljak az Úrtól, és itt kell ülnöm, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut. Tudjátok, hogy van ez a nyitott lelki füled? Van ez? Mert Nehémiás hallott Istentől. Csak azon gondolkoztam, hogy ő vajon mennyi ideje lehetett az állásában, mert akkor, nem tudom, hány éve, nem? Mert akkor ez az állás, ami arról szól, hogy valaki ad neked bort, amiben lehet, hogy méreg van, és neked kell belőle inni először, ez egy imával teli állás. És ezt rengeteget imádkozott ez az ember. És valószínűleg régóta az állásban volt, érted, hogy így ő tudta, hogy Istentől kell hallania. Az a legfontosabb, mert ha Isten nincs, akkor ő kampec, vége, zéro, ennyi. És Isten megtartotta az ő életét. Tudod, sokszor van, hogy a test az sokkal hangosabban kiabál, mint a lélek. Ez lesz. Ránéztem az órámra, Szilárd. Az sokkal hangosabban fog kiabálni, az mindent meg fog tenni. Sőt, hogyha te elkezded megsanyargatni, és azt mondod, hogy nem, elegem van, akkor őnek ez fájni fog. Jaj, te ezt megérdemelnéd, hogy aludjál még többet, hogy ne foglalkozz mással, csak magaddal. Bevet mindent. Észrevettétek már ezt? Az a test, aki épp a lélek ellen törekszik. Meg kell állnunk hallani, megvenni az időt áron, azt mondja az Efézusi levél, hogy megtudjuk, mi Isten akarata. Ezt szerintem nagyon, nagyon jól látni itt. Hogy megállsz Isten előtt, és azt mondod, hogy Uram, hallom, ha lehet, akkor múljék el tőlem ez a pohár. Na most ideig el szoktam jutni. És akkor a következő lépés az, hogy elmulasztom magamtól azt a poharat. Tehát, hogy így nem akarom hallani, Uram, nem. Megyek tovább, add ezt másnak. De Jézus imájában utána azt mondta, hogy ez az én akaratom. A testem üvölt az ellen, amit mondasz. De ne az én akaratom legyen meg. Uram, add, hogy ne az én akaratom legyen meg. Imádkoztál már így? Add, hogy ne az én akaratom legyen meg. Mert a tiéd az sokkal jobb. És el tudom képzelni Nehémiást itt, hogy lesz ez? Mi lesz itt? Add, hogy ne az én akaratom legyen meg. Add, hogy ne fussak el. És a másik az, hogy meg vagy te törve az emberekért körülötted? Most komolyan. Hogy és legyél őszinte magadhoz, jó?
megvan törve a szíved, hogy tudsz sírni miattuk, meg így, tudom, valaki belül, de sírni miattuk, és úgy jönni, hogy Uram, nézem ezt az embert, szükségem van rád. Mert tudod, én, amikor ide jutottam erre a pontra, azon kaptam magam, hogy engem sokszor nem érdekelnek az emberek. Komolyan mondom. Addig érdekelnek, amíg nekem valami profitom van belőlük. És ez egy szomorú hely. Az egy szomorú hely. Hogy nincs megtörve a szívem emberekért. Amikor már nem tudok sírni egy sorson. Azon vettem észre magam, hogy én, aki mindenem bőgök, ami létezik, akkor látok egy sorsot, és elfordítom a fejem. Hogy nem tudok azon sírni, mert már nem érdekel. Mert azt mondom, hogy megvan a magam baja. Eleget szenvedek én is. Most miért vegyem föl a másiknak a terhét? Vagy delegálom ezt a feladatot, tudod, én a pásztor. Azt hiszem, hogy az Úr szólt hozzám, hogy te csináld meg. És ez szerintem egy szomorú hely. És készültem erre az órára, és komolyan mondom, hogy így, nem vagyok jó helyen. Én akarom, hogy érdekeljenek az emberek. Nem kéne tovább mennem. Nem kéne annyiba hagynom. Az nem jó. Az nem jó. Isten keresi azokat az embereket szerintem, akinek megvan törve a szíve. Mert különben nem tud hozzánk szólni. A kemény szív, arról csak lepattannak a dolgok. Nem tud hozzánk szólni, ha nem vagyunk megtörve. Kell egy folyamatos, megtört szív. És akkor érzékeny vagyok Istenre. Akkor hallom az ő hangját. Nem? Nem így van. Amikor össze vagyok törve, akkor mindent megteszek, hogy halljam, és hallom is. Kell egy megtört szív. És a Bibliában azt látjuk, hogy mi nem tudjuk a szívünket megtörni. Tehát önző vagyok. Tehát most majdnem azt mondtam, hogy ha most önzőnek érzed magad, akkor nincs avval semmi baj, gyere velem tovább, nézzük meg ezt, jó? Tehát, hogy komolyan mondom. Tehát jó, baj egy értelemben, de egy másik értelemben ember vagy. Önző vagy. Az, amit Jézus hozott, képviselt, mutat nekünk, az nekünk nem megy. Jeremiás 24:7, ott fogjátok fent olvasni. Arról beszél, hogy egy új szívet adok belétek. Isten ad egy új szívet. A Bibliában kerestem, hogy mit tudunk csinálni a szívünkkel. Hogy van-e valami lehetőségem dolgozni a szívemen. De azt találtam, hogy a szíveddel egy dolgot csinálhatsz, az a parancs, vigyázz rá, ha már kész. Ezt találod a Bibliában. Tehát te nem fogod tudni megváltoztatni. Nem tudod kitermelni a megtört szívet. Tudsz úgy kinézni, mint a megtört szív, de nem tudod megtenni. Mert egyedül Isten tudja megtenni. Isten egy új szívet tud beléd adni. És aztán azt olvasod a Zsoltárok 51-ben, 12. vers. Dávid imádkozik, hogy egy tiszta szívet teremts bennem, Uram. Ez a hozzáállás, ez a jó hozzáállás. Isten meg tudja törni a szívemet. Akkor imádkozzak, hogy Uram, törd meg a szívemet. Önző vagyok. Nem érdekelnek az emberek. És lehet, hogy tehát akinek nem inge, az kérem ne vegye magára. Tehát ne gyere oda, hogy én nem is vagyok önző. Kérlek szépen. Akkor annyira jó. Jó helyen vagy már. Akkor imádkozz azokért, akik önzők. Értem. Imádkozz. Légy szíves. Komolyan mondtam. Imádkozz. Hogy mi be tudjuk vallani magunknak, hogy önzők vagyunk. És azt tudjuk mondani Istennek, hogy Uram, törd meg a szívemet, hogy érdekeljen. Hogy érdekeljen a városom. Hogy érdekeljenek azok az emberek. Mert tudom, hogy az a helyes, amikor érdekelnek.
ébredést szeretnénk, így magunk körül. Szerintem lehetséges. De itt kezdődik. Uram, törd meg a szívemet. Bennem fog elkezdődni az ébredés. Uram, adj nekem egy ilyen szívet, egy ilyen hozzáállást. Az Úr ki tudja cserélni a kemény szívedet. Bármilyen kemény is. Lehet, hogy azt gondolod, hogy hát te ne el sem tudod képzelni, hogy én milyen vagyok. Honnan jöttem. Isten a legjobb orvos. Olyan szívműtéteket végez, és seb nélkül begyógyítja. Belenyúl és kicseréli. Isten tudja megtenni. Te nem fogod tudni. Add föl, hogy te próbálod megváltoztatni a szívedet. Inkább mondd azt, hogy Uram, önző vagyok. Uram, változtass meg, kérlek. És azt látjuk, hogy Nehémiás nem marad meg ugye a siránkozás részében. Mert ez is egy ilyen, szerintem hibánk. Jaj, Uram, mi lesz? Jaj, és eltelnek hetek. Jaj. Mindig ez a, ez tipikus magyar dolog, tudod. Ezt talán már mondtam, hogy állj meg egy percre a busz megállóba, könyörgöm. Egy perc elég, és már azt fogod hallani, hogy jaj. És azt vettem észre magamon, hogy néha hazamegyek, és csak így a semmiből jaj. De ez a... Apa hazajött bátorítani. De a legviccesebb, amikor... Ennyi. Az nyer a végén, aki összeszámolja, hányszor mondtam, hogy jaj. De a legviccesebb az, amikor a 6 éves lányom mondja az, hogy jaj. Tudod, mert megszokták, mert már ez bennünk van, hogy állandóan jaj. Ez hatással van ránk. De ő nem marad ebbe a siránkozás részébe, hanem ő megteszi a következő lépést, amikor hallja Isten hangját, meglátja, hogy ő az, akinek lépnie kell, ő folytatja a munkát. És nagyon jó, amit tesz Nehémiás, hogy imádkozik. 4 hónapig imádkozik. És ez szerintem csodálatos. És mivel Nehémiást érdekelte a városa, akkor ő sírt a városa fölött. Mivel Nehémiás sírt a városa fölött, ő imádkozott. És mivel Nehémiás imádkozott, Isten belép a képbe. És ez gyönyörű. És ez példa. Amikor imádkozik Isten embere, akkor Isten belép. Kivétel nélkül. És nagyon jó ez a könyv, mert azt találod, ha már végigolvastad, hogy imával kezdődik, és imával fejeződik be. És ezért sírással kezdődik, de öröm a vége. Mert van egy ember, aki komolyan veszi, amit Isten mond neki. Szerintem ez gyönyörű. Ez engem bátorít. Egy pohárnok. Isten szereti használni a kicsiket, a semmiket, akik nem értenek hozzá. Nem? Nem így van? Nem így látod a Bibliába? Hogy egyszerűen, hogyha meg valaki nem elég kicsi, mint Mózes, mert mondjuk Egyiptom hercege, akkor kicsivé teszi, hogy végre használhassa. Így van? Olyan jó, olyan bátorító ezt hallani. Mert én magam kicsinek érzem magam. És nem is csak kicsinek érzem magam, az is vagyok. Tehát helyes írni se tudok. Ma elmondták nekem, elküldtem a jegyzeteimet, és... De hiszem azt, hogy Isten használ. És Isten használja a kicsiket. És ez nagyon jó itt, hogy mivel Nehémiás imádkozott, változott a helyzet. Nézzük meg, hogy hogyan imádkozik, jó? 5. verset olvasom. Ezt mondtam, kérlek Uram, mennek Istene, nagy és rettenetes Isten, aki irgalmasan megtartod a szövetségedet azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják.
Sok mindent lehetne erről mondani, de csak néhány gondolat. Látod azt, hogy ő imában emlékezteti magát, mert ugye azért nem kellett elmondani Istennek, hogy ő milyen nagy, valószínűleg tudja, hogy ő mekkora. És imában emlékezteti magát Nehémiás, hogy milyen hatalmas is Isten, hogy milyen rettenetes az Isten. Nem a kis listáját rakta eléje, hogy 80 gerenda, 50 zsák cement, és még emberek is kellenének, meg minden. Valószínű, ha ezt csinálta volna, akkor mire a feléig ér, akkor azt mondja, hogy hagyjuk a fenébe az egészet. Nem, avval kezdi, hogy milyen hatalmas Isten, aki engem hív. És én is voltam már így imában, hogy csak mondtam, hogy mi, és egyre inkább csak így bonyolódtam bele, Uram, és hogyha ez úgy lesz, akkor hogy lesz, és akkor és akkor abba hagytam az imát, hogy ez lehetetlen, ezt valószínűleg nem nekem mondtad. De az imáidban megállsz-e, és megemlékezel-e arról, hogy Isten milyen nagy? Az egy jó gyakorlat, hogy az imáink elején elgondolkozunk azon, hogy Isten az ujjaival szórta szét a csillagokat az égre. Akkora az Istened. Még nagyobb. El se tudjuk képzelni. Csak gondolkozz el. És ez bátorítani fog, hogy hittel imádkozz. Ugye az benne van a Bibliában, hogy aki kér, az jöjjön hittel. Így van? És néha, köszönöm. Halleluja! Jók vagytok. De benne van a Bibliában, hogy aki kér, az kérjen hittel. Az benne van. És néha olyan hitetlenül megyek Istenhez, hogy már előre tudom, én elmondtam, hogy úgyse fogja megcsinálni, de amikor megállok és megemlékezem arra, hogy Isten milyen nagy, az segíteni fog nekem hittel imádkozni. És én ezt látom, hogy Nehémiás megáll, és ezen gondolkozik az imája elején. Uram, hatalmas, rettenetes Isten vagy. És én ehhez az Istenhez jövök, aki hatalmas. Jeremiás 32. részében, nem fogjuk most felolvasni, de majd ki lesz írva, majd arra kérem a Júcsit, hogy szépen lassan vagy, aki éppen ott nyomizik, hogy menjen végig rajta. De látod ebben az ige részben azt, hogy Jeremiás hogyan imádkozott? Ő megemlékezik Isten nagyságáról. Van-e valami lehetetlen előtted, Uram? Van-e valami lehetetlen előtted? Szerintem fontos lenne, hogy mi megemlékezzünk erről, hogy Isten előtt nincsen lehetetlen. Hogy Isten nagy. Nagyobb bárminél. És tudjátok, ahogy Jakab mondja, nagy az ereje az igaz, búzgó könyörgésének. Megemlékezel erről? Te igaz vagy Jézusban, ha itt ma Jézusban vagy. Nagy az ereje, amikor te könyörögsz. Hidd el, benne van a Bibliában. A Szentlélek mondta Jakabon keresztül. Emlékezz meg erről. Ez sokat segítene az imában. 6-től 8. versig olvasunk. Ó, legyen figyelmes a füled, és szemed legyen nyitva. Hallgasd meg szolgád könyörgését, melyel most éjjel-nappal könyörgök hozzád, szolgáidért, Izrael fiaiért, és vallást teszek Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk ellened. Én is, és atyám háza népe is vétkezett. Igen, súlyosan vétkeztünk ellened, mert nem tartottuk meg a parancsolatokat, rendeléseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek parancsoltál. Ó, emlékezzél meg arról a beszédről, amelyet szolgádnak Mózesnek parancsoltál így módon. Ha ti hűtlenkedtek, szétszórlak benneteket a népek között. Szerintem ez nagyon fontos dolog itt. Éjjel és nappal. Imádkozik. Nem csak egyszer, kétszer. Éjjel-nappal, 4 hónapig, keményen imádkozik egy projektér. Egy projektér. 4 hónapig. Uram, vezess. És odaszánja magát az imában. Keresi az Urat.
annyira szeretném, ha imádkoznátok. Ha az életeteknek a része lenne, hogy imádkoztok, mint az evés, vagy az alvás. Hogy imádkozunk, mert nagy az ereje. Mert fontos nekünk, hogy kapcsolatban legyünk Jézussal. Hogy találkozzak az én Jézusommal minden nap. Mert ő az, akire nézve teremtetett minden. Ő az, akiért én vagyok. Mert ő az, aki vezet, ő az, aki táplál, ő az ajtó, ő a jó pásztor. Imádkozz. Éjjel és nappal. Keresétek az Urat. És nézd azt, hogy ő felveszi a felelősséget a mások bűneiért is. Ez érdekes, nem? És lehet, hogy egyből kigyulladt a lámpa, hogy ez nem jó, ilyet nem csinálunk a Golgotába. Mások bűneiért. De kicsit állj vissza, jó? Így lépjünk vissza. Nézd meg ezt. Jézus a kereszten, még előtte, verik bele a szöget a kezébe, és mit imádkozott Jézus? Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. István, amikor zúdulnak rá kövek, az apostolok cselekedeteiben mit imádkozik? Bocsáss meg, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Jézusnál a kereszten volt katona, aki megtért? A százados fölnézett, és azt mondta, ez Isten fia volt. István vértanúságánál volt, aki megtért, aki elkezdett Isten munkálkodni? Pál ott van, és fogja a kabátokat. És mivel látod az életét végig, hogy hogyan prédikál, abban látod, hogy micsoda nagy benyomást tett rá Istvánnak a prédikációja. Nézd meg, hasonlítsd össze Pál és István prédikációit. Majdnem ugyanaz. Isten ott szólt. Na most, ez egy jézusi szív. De először a saját bűneiddel kell leszámolni. Én nem értem, hogy miért gondolom néha azt, hogyha tele vagyok titkos bűnökkel, tele vagyok ilyen szabad vagyok rá dolgokkal, tudod, idézőjelbe, de közben akkora rabja vagyok, mint az állat, csak azt mondom, hogy szabad vagyok rá dolgokkal, bűnökkel. Akkor miért gondolom azt, hogy Isten engem használni fog? Nem? Azt jelenti, hogy tökéletesnek kell lennünk? Nem. Nehémiás nem volt tökéletes. Ő odavitte Isten elé ezeket, és megvallotta. Uram, bocsásd meg a bűneimet. Bocsásd meg a bűneimet. És én hiszem, hogy ezt minden nap csinálta. Bocsásd meg a bűneimet. Te gyűjtöd egy számlán a bűnöket, vagy hamar lerendezed az Úrral? Te elhiszed nekem, hogyha ezt gyűjtöd egy számlán, akkor meg fog keményedni a szíved Isten felé? Pedig ő megbocsájtó Isten. Ő megbocsájtaná. Ő megtisztítana. És nézd, volt egy rövid történet, még van 5 percem, igaz? Nem baj? Bírjátok még? Mehet? Oké, már nem sok van. De ez nekem nagyon tetszik ez a sztori, hogy volt egy tábor. Lehet, hogy ezt már meséltem, akkor állítsatok meg, megyünk tovább, jó? Keresztény tábor, amerikai pásztortól hallottam, de zseniális. Hogy keresztény tábor, és az utolsó napon ilyen égetést rendeznek, tudjátok, hogy mindenki írja föl a bűneit, vagy mit tudom, és akkor bedobjuk. Bedobjuk. És akkor az egyik srácnak a CD-ivel, lopott CD-k, zenék, minden, ő hozta egy dobozba, és akkor ő majd mondta a haverjának, hogy én ezt fogom bedobni. Mondtam már sorit? Nem? Jó. Én ezt fogom bedobni, az összeset bedobom, kész. Mondja a másik srác, hogy hát én a pornó újságokkal küzdködöm, úgyhogy én ezt fogom bedobni, összeszedte, összekötötte, ez lesz. De hát mit ad Isten? A pornós srác az megbetegedett az előző napon. És akkor mondja a barátjának, hogy figyelj, én nem tudok ott lenni ezen a, de elvinnéd, és bedobnád. Jó, elvitte, és amikor sor került el a dologra, bevágta a CD-it, mindenki tapsolt.
előhozta az újságokat, és csak így dobáltam. Nem az enyém, nem az enyém, nem az... Hányszor vagyok én így? Ez nem az enyém. Én szent vagyok, ez nem az enyém. Sőt, nem is érdekel, hogy neked mi a bűnöd. De Nehémiás magára veszi ezt a felelősséget, látod? Mint Jézus, magára vette a bűneinket. Nehémiás azt mondja, és bocsáss meg nekik is. Bocsáss meg, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Akkor ez egy jó ima azokért, akiknek szolgálni akarunk, emberek. Kezdj el imádkozni, bocsáss meg a főnökömnek, bocsáss meg a barátomnak, nem tudja, hogy mit csinál. Uram, vedd le róla ezt a hájogot. Bocsáss meg neki. És Isten egy megbocsátó Isten. Mert azt olvassuk, és a 9-től 11-ig. Ha pedig megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és megcselekszitek azokat, még ha az ég szélén lennének is szétszórva gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket. És beviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy nevem ott lakozzék. Ők a te szolgáid és a te néped, akiket megszabadítottál nagy erőd és erős kezed által. Kérlek, Uram, füled legyen figyelmes szolgáid könyörgésére, és szolgáid könyörgésére, akik kedvüket lelik abban, hogy félik nevedet, és adj most kérlek jó előmenetelt szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon a ma férfi előtt. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Ez nagyszerű. Isten kegyelmes veled. Jézus szeret téged. Ha az ég szélére is mennél, a föld szélére is mennél, és onnan kiáltaná hozzá, ő megbocsájtó Isten. Hallod ezt? Hallod ezt, hogy Isten megbocsájt? Ha te nem ismered Jézust, Isten megbocsájtja neked. Ő egy megbocsájtó Isten. Ha te ismered Jézust, de úgy érzed, hogy hát ezt kicsit mellé mentem. Isten megbocsájtó Isten. Nem tudsz olyan messzire menni, hogy ő ne érne el. Azt olvassuk itt. És nézd meg, hogy úgy néz ki, hogy ez volt az utolsó ima talán, amit itt leír. Mert a végére megvan a terv. Figyeltetek? Hogy és most akkor adj jó előmenetelt. Valószínű már összeállt a fejében, hogy mit fog csinálni, hogy milyen, mit fog kérni, és a királyról beszél itt. Adj nekem jó előmenetelt a férfiú előtt, a király előtt. Megvan a terv. 4 hónap ima, és Isten belerakta a fejébe, a szívébe, hogy mit kell csinálni. Egy olyan embernek, aki nem volt képes rá, nagyon messze volt ettől az egésztől, de most megvan a komplett terv. Szerintem ez gyönyörű, hogy Isten használja őt. És hidd el nekem, ha te imádkozol, még ha nem is tudod, hogy hogyan lesz az. Még ha nem is tudod, hogy mit kéne csinálni, csak látod, és Isten valamit, lehet, hogy akár ma reggel, vagy ma este itt ráterhelt a szívedre, hogy igen, Uram, igen, azt már sokat mondtad, akkor az lehet, hogy az én dolgom, de hát az lehetetlen. Isten ráterhelt a szívedre, ha imádkozol, ki fogja fejteni neked, hogy hogyan fogod azt véghez vinni. És egy utolsó gondolat, és befejeztem, mert már lejárt az időm. De ebben szeretnélek itt hagyni benneteket. Olyan jó volt, hogy Isten tanított engem az elmúlt időben, és többek közt ez a biblióra is hozzájárult ehhez. Én mindig azon gondolkoztam, hogy mennyi ember van, akit evangelizálni kéne. De egyből, ahogy arra gondoltam, hogy mennyi ember van, le is tettem róla, mert olyan sokan vannak. Tehát, hogy így, nem, ez lehetetlen. Én különben is pásztor vagyok, nekem ez adom. De Isten szólt hozzám, hogy, és remélem, hogy jól fogjátok érteni. Jani, felejtsd el azt a sok embert. És mi lenne, ha eggyel kezdenéd? Néztem a János evangéliumát, és láttam, hogy hány alkalommal Jézus egyetlen egy emberrel foglalkozik.
És akkor az anyukám jutott eszembe, hogy akkor kezd az anyukáddal. De akkor hogyan kezdjem, uram? Mit csináljak? Mit kell csinálni? Tudod? És jött ez a Biblia óra. És azt mondta nekem Isten, hogy 4 hónapig csak imádkozz. Tedd föl magadba, hogy 4 hónapig nem fogsz semmit csinálni az anyukádért, effektíve, de éjjel, nappal, reggel, este imádkozni fogsz érte. Ez csináld. És el fogom őt érni. Mert én jobban szeretem őt, mint te. És csak várok rád, hogy végre imádkozz érte. Na most akkor gondolkozzunk ezen, jó? Ha te végre elfelejtenél mindenki mást, és mondjuk csak egy embert, azt mondanád, hogy ő érte, mostantól 4 hónapig, ez egy jó módszer, oké? Okay? Mondjuk 4 hónapig imádkozni fog. Csináltál már ilyet? Nem, szerintem nem. Minden, de ha igen, akkor bocs. Lilla, te már csináltál, úgy néz ki, ugye? Jól van. Veled vagyok. Vagy képmutató, vagy az is lehetne. Vicceltem, nem, csak oké, szeretlek. Na figyelj! Lelki momentum, megint mindig elröhögitek. Ha mondjuk elkezdenél 4 hónapig imádkozni, és minden nap, reggel, este, lehet, hogy nem is kéne 4 hónapot várni. És akkor most gondold el, hogy egy évben hányszor 4 hónap van? Az 3 ember egy évben, mondjuk. Jó, ez most a durva statisztika. 3 ember egy évben. Akkor az lehet néhányunk számára, az sokkal több, mint ami most van. Az lehet, hogy sokkal több, mint akiknek ebbe az évben megosztottad, vagy a múlt évben. Mert lehet, hogy vannak itt köztünk olyanok, akik zéró, nem osztották meg senkinek. De ezért vagyunk még itt. És remélem, hogy Isten szólt hozzád. És akkor most szorozd meg azt avval, ahányan itt vagyunk. Mondjuk 400-an, vagy nem tudom. 400 × 3. És az még csak egy év. Akkor lehet, hogy jövőre új terem kell? Vagy kellene? Értitek? Vagy lehet, hogy azt gondolod, hogy te nem vagy normális? És hát ez már akkor hülyeség volt, amikor gondoltál rá. De megengeditek nekem, hogy én így bátran így gondolkozzak így esetleg? Hogy hát, ha Isten ezt meg tudja csinálni? Mert nincs neki lehetetlen? Mert ő 52 nap alatt fölépítette Jeruzsálem falait? Megengeded magadnak, hogy így gondolkozzál? Légy, engedd meg, jó? Mert bármilyen pici is vagy, Isten nagy dolgokra tud használni. Hú, mit fogok én kapni? Imádkozunk. Csabi így bólogatott. Uram, köszönjük neked, hogy Nehémiáson keresztül szólsz hozzánk. És én azért imádkozom, hogy így Szentlélek, bonsd ki ezt még jobban nekünk. És én köszönöm neked azokat az embereket, akik ide járnak a vasárnap estére. Uram, én egyszerűen, te látod a szívem, hogy imádom ezt az interaktív stílust, Uram, hogy így együtt vagyunk, mint egy család, és téged imádunk. Uram, köszönöm neked, és imádkozom azért, Uram, hogy hadd legyünk olyanok, mint Nehémiás. Hogy megtörtek az emberekért. Uram, kérlek, hogy tedd meg ezt. És imádkozunk, Uram, hogy áld meg a gyülekezetünket, és add, hogy jövőre új teremre legyen szükség. Uram, kérlek, mert annyi üdvözülő van. Nem azért, mert teli vagyunk, csak úgy emberekkel, hanem azért, mert annyi üdvözülő van, aki ismeri Jézust, és aki magasra emeli a nevét, és aki őt imádja itt a város szívébe. Kérlek, Jézus nevében imádkoztunk, és remélem, hogy mindenki azt mondja, hogy Ámen, az Úr áldjon benneteket.
több szeretetet, többet tőled minden nap. Több erőt, több szeretetet, többet tőled minden nap. És teljes szívemből imádom neved, elmém meghajol, és hódol neked. Teljes lényem tiéd, rendelkezz velem, mert te vagy az Úr. Te vagy az Úr. Többet tőled minden nap. Több erőt, több szeretetet, többet tőled minden nap. És teljes szívemből imádom neved, az elmém meghajol, teljes lényem tiéd, rendelkezz velem, mert te vagy az Úr. Te vagy az Úr. És teljes szívemből imádom neved, az elmém meghajol, és hódol neked. Teljes lényem tiéd, rendelkezz velem, mert te vagy az Úr. Te vagy az Úr. Te vagy a mindenem.
Jézust az életem, te vagy a szerelmem, most és örökké, te vagy az életem, te vagy az életem, te vagy a mindenem, te vagy a szerelmem, most és örökké. Eljöttél én értem, hogy te töltsd az életem, te vagy a szerelmem, most és örökké. Szeret az Isten, kegyelme érte, és kell, hogy végre átérd, ahogy megbocsátás átformál egy népet. Győztes hegyeket mozdít, király és szabadító, üdvét is megsegít, megváltó, üdvösség szerzője, mert ő legyőzte a sírt, ő legyőzte a meg, ölej át a
meghajlok előtte, szívemből követlek, csak érted élek. Győztes hegyeket mozdít, király és szabadító, ítél és megsegít, megváltó, üdvösség szerző. Köszönöm, hogy te hatalmas Isten vagy. Köszönöm, hogy neked semmi nem lehetetlen, és ahogy hallhattuk ma is, ha te vezetsz minket, és hogyha a te szavadra hallgatunk, a te hangodat figyeljük, akkor semmi nem lehetetlen. Köszönöm, hogy te az alkalmatlanakból teszel alkalmas embereket, hogy te vagy az, aki tudod adni azt a pluszt, ami alkalmassá tesz minket a feladatokra, amikre elhívtál minket. Köszönöm, hogy szóltál ma itt hozzánk. Jézus nevében. Amen. Jönni fog Lovas Judit. Ő 2011-ben megnyerte a Dicsulinak a dalíró versenyét, szóval ha így be tudjátok lőni, hogy ki, akkor ő fog itt zenélni. Tanítani Sisi fog, és nincs WC még mindig lent, viszont fönt van a mozgássérült WC, ami a lépcső mellett van. És nagyon szépen köszönjük azoknak a lányoknak, akik kitakarították az útra dzsuvás WC-t, mert hogy az volt. És a szerbiai jelentkezés az ma estétől indul, úgyhogy aki kapja, marja, ez ilyen alapom. Na jó van, áldott hetek nektek, sziasztok!